Budapest főváros egyik emblematikus színházi intézményében, a Thália Színházban vagyunk. Csak erre a színházra több mint 1 milliárd forintot költött az állam felújításra, de a működtetésre is rengeteg pénzt fizet a magyar állam. Közösen üzemelteti, közösen működteti a színház fenntartóival ezeket a vidéki és budapesti színházakat. Az új törvény ezt rendbe rakja. Kimondja, hogy van állami működtetésű, önkormányzati működtetésű és vegyes működtetésű színházi forma, és a vegyes működtetésű színházi forma esetében meg kell egyeznie az államnak és a fenntartónak a működtetés feltételeiről. Az lehetetlen, hogy a Gotthárd-ügynek nincsenek következményei. Az lehetetlen, hogy a Gotthárd-ügynek ne legyen következménye. Ez a törvény garantálja azt, hogy az ilyen ügyeket kivizsgáljuk. Ez a törvény garantálja azt, hogy minden ilyen ügynek a végére járunk. A Fidesz frakció ezért is támogatja ezt a törvényt. Én azt gondolom, hogy az újtól nem kell félni, az újat meg kell próbálni. Volt már ebben a szakmában, mondjuk a filmes részében, mikor a Magyar Mozgókép Közalapítvány megszűnt, és megalakult helyette egy új rendszer. Én ugyanezt a hüppögést és ugyanezt a pánikkeltést éltem végig akkor is. Majd bebizonyította az új rendszer, hogy sokkal jobb, mint a régi, és a végén a legnagyobb rajongói azok lettek, akik a legelején a legjobban kritizálták. Én azt gondolom, hogy ez a törvény javaslat is azt szolgálja, hogy tudjon működni ez a rendszer, és hogyha ez a rendszer tisztességesen egy párbeszéd útján működik, akkor mindenki jobban fog járni. Tehát itt én azt gondolom, nem a hatalmi pozíciók megtartása, hanem egy tisztességes színházi lét a cél, és az a tét.